Szervusztok! Tegeződhetünk? Köszönöm szépen! Én azzal a tervvel jöttem ide hozzátok, hogy az igenésről fogunk beszélni, hogy ez miért hasznos, milyen jó, hogy ismerős arcokat is látok itt is, ott is, ez csodálatos. Igenésről fogok beszélni, hogy mi az, és hogy ez miért segít nekünk, a gyerekeknek, meg neked. Én nem vagyok ilyen gépészetben okos, tehát nagyon sok homályos kép lesz benne, viszont különböző korú felnőttek, gyerekek, szülők, főnökök, kevésbé főnökök, 3 évesek, 5 évesek vannak rajta, akik azt a pillanatot kaptam el, hogy nagyon szépek, mert nagyon, nagyon elfogadják a másikat, és ez egy nagyon hasznos dolog, úgyhogy játszani fogunk sokat. Hogy nagyon hiszek abban, hogy a tanulásban az, hogy élményeket szerzünk, és úgy visszük haza, az egy nagyszerű dolog. Úgyhogy le is rakom a mikrofon, mert az kell mind a két kezem. Halljátok, amit mondok? Ez volt a nagy harcom, de még vissza fogom venni, ne aggódjatok. Egyet fogok tapsolni, és arra kérlek benneteket, hogy tapsolj mondjuk 2. Nagyszerű, és majdnem egyszerre sikerült. Próbáljuk meg azt, hogy közösen egyszerre tapsolunk 2, ha én egyet tapsolok. Még egyszer? Egyszerre. Azaz. Szuper, ha 2 tapsolok, hányat tapsoltok? Jó, legyen az, hogy 1. Nagyszerű. Ha 3 tapsolok, hányat szeretnétek tapsolni? 1 se. 1? 1 se. Nagyon jó. Akkor legyen az, hogy nem tapsoltok 1 se, és mondtok egy szót. Mi legyen ez a szó? Mondd, cica. Csodálatos. Ha 3 tapsolok, ne tapsolj, és mondd azt egyszerre, hogy cica. Cica. Ó, de jók vagytok. Cica. Nagyon jó. És most tapsoljátok meg magatokat, mert ez csodálatos, hogy itt vagytok, ilyen sokan arról, hogy beszélgessünk egymással, utána meg közben, a gyerekekről, úgyhogy kérlek, tapsoljátok meg egymást. És meg magatok. Hogy arról fogunk beszélni, játszani, visszaveszem, hogy mérgesen néznek rám a lányok, persze nem, nagyon kedvesek. Arról fogunk beszélgetni, hogy az igenés, az miben segít minket. Hallottatok már valamit arról, hogy improvizáció, meg hogy igenés? Kezeket föl. Szuper. Nagyszerű. Persze köze van hozzá az improvizáció színháznak is, de egy csomó olyan helyzetben is nagyon tudjuk használni az igenést, hogy volt már valaki randin? Van valakinek gyereke? Volt olyan, hogy el akarták kezdeni egy tréninget, vagy előadást, és nagyon benne volt a fejedben, hogy mit fog csinálni, és nem sikerült. Ilyen volt? Volt már olyan, hogy egy randira elmentél, mindent elterveztél a fejedben, és szörnyen sikerült? Vagy csak a közértben valami találkoztál? Úgyhogy most fogunk 3 rövid játékot játszani, ebből a hátra lévő 3 percben, ahol megtapasztaljuk azt, hogy milyen gyakran használjuk azt, hogy nem, igen, de, és milyen öröm. Ilyen öröm, amikor igen éseket látunk egymáson. És kérlek, fordulj egy emberhez, akinek az előbb bemutatkoztál, fordulj hozzá. És az első feladat nagyon egyszerű lesz. Tervezzétek meg, hogy hova mentek hétvégén bulizni. Képzeljük azt, hogy ismeritek egymást. A technika, amit használnotok kell, az az, hogy nem, ez csacskaság, menjünk ide. Bármit mond a másik, mondjál nagy mosolygós nemet, és folytasd. Mehet. Adok egy csengőt, van. Egy képnyi időtök rá. Jó. Ez most csak megmutattam, hogy milyen. Nagyon kedvesek vagytok, mert nagyon jól játszottátok a játékot. Eljutottatok valahova? Mi is milyen csacskák vagyunk, nem? Állunk egy kocsma előtt, vagy teázó előtt, és arról beszélgetünk, hogy menjünk ebbe a kocsmába. Nem, 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 menjünk ebbe. És 1,5 órát állunk a sarkon olyat, hogy elmennénk abba a kocsmába. Hogy milyen jó lenne, hogy igenéseket mondanánk az élet különböző területén. Szuper, ugyanez a feladat. Jó, nagyszerű ötlet, de. A trónok harcát, ha valaki látta, van egy fantasztikus mondat benne, a de utáni mondat az gyakorlatilag kukula. Jó? Egy igen, de próbálj ki. Jó? És tervezzétek meg, hova mentek nyaralni. Igen, de. Nagyon jó ötlet, szuper! Van 2 képem. Ide fogok beszélni. Ugye milyen gyakran tesszük ezt? Igen, de. Oké? Okay. Ez most csak így megmutatjuk a játékokat. Igen, de, igen, de. Szörnyű. Mama, elmehetek a Diák-szigetre? Jó, de. És ez egy milyen nehéz, és milyen sokszor mondjuk, és milyen becsapós, mert ezt kapjuk a legtöbbször mosolygósan, hogy valaki odafordul hozzánk egy ötlet, és azt mondjuk, hogy nagyszerű ötlet, de. És most tervezzétek meg, hogy hova mentek nyaralni, vagy a hétvégén. Nagyszerű ötlet, ez az, igen, és.
Fogadd el a másik ötletét, és rakd hozzá a sajátodat. Mehet. Szuper, köszönöm. Ami nagyon érdemes nézni, hogy most nézzétek meg saját magatokat, ilyen feltöltött arcotok van, vidámak vagytok, mosolygósok vagytok, és egyébként majd, hogy ezt tovább tudnánk játszani, akkor ahogy elmesélitek az ötleteteket, biztos, hogy így fogjátok elmesélni, figyelj, van egy nagyon jó ötletünk, és teljesen egyértelműen veszitek át egymástól a szavakat, örömmel. És ami ez egy fontos dolog, hogy ilyenkor most még mindig tart az arcotokon ez az öröm, ez a mosoly. Ezt érdemes megjegyezni, mert ez egy olyan kreatív jó állapot, ahol ezt tudod használni. Tehát kérdezem, hogy ha voltatok olyan randi helyzetben, ami mondjuk jól sikerült, és azt vetted észre, hogy na hát, már 7 órája ezzel vagyok ezzel a nővel vagy férfival, és ez nagyon jó. Voltatok ilyen helyzetben? Igen. Na, ott is igen éseket mondtál. Nem is tudtad, hogy improvizáltál, tehát nem csak ott használsz. Volt olyan, hogy láttad, hogy a gyerekek nagyon nyüzsögnek, és azt mondod, most hagyom ezt, és hagyom, hogy 5 percet játszanak. Mertél ilyen bátor lenni? Milyen jó! Ott is azt a gyerekekre mondtál igenést, és azt mondtad, hogy szuper, hogy ti mozogni akartok, akkor elengedem azt, hogy mit fogunk csinálni, és akkor mozogjatok. És itt fantasztikus, vidám szülők és gyerekek vannak szülőkkel együtt. Én például iszonyú hálás vagyok abban, és talán pedagógusoknak nekünk az egy fontos felelőssége, hogy adjatok igeneket a gyereknek. Én 25 éve taníthatok és táborozom, és ez az igenés volt az anyámtól, a Földesi Margittól, meg egy iskolai igazgatótól, aki azt mondta, hogy 8-tól taníthatok. És azt mondta, hogy igen, ezt tudod, és hozzárakta a lehetőségét. Amiben felelősségünk van, vagy ezt érdemes elrakni egy ilyen, mint életképet is, hogy az igenést, az, hogy elfogadom a másikat, és kiegészítem, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon nagy öröm. Sokkal könnyebben fogtok együtt létrehozni dolgokat, alkotni dolgokat, és véghez vinni dolgokat. Köszönöm szépen!